A reggeli személy, ahogy ígértük, Simó György, a Devan Capital ügyvezető partnere, az Eidolon alapítvány alapítója. Beszélgetésünk apropója pedig egy minap megnyílt kiállítás, illetve egy múzeum, amiből egyszer lesz talán valami. Meg beszélgetni szeretnék Gyurival arról, nagyon régóta ismerjük egymást, hogy hogy lett ő a magyar internet egyik jelentős nekrológ szerzője. Szóval ezekkel a témákkal fogunk foglalkozni. Beszélgessünk a kereki kiállításról. Az most nyílt ezen a héten szerdán. A 70-es évek egy fiatalember szemével. Ki a kereki, és miért különleges az ő képe, és hogy találtad meg őket? Hát ez az. Már előre mondom, nem én találtam meg őket. Kereki Sándor egy televíziós operatőr, aki a 70-es években, mint nagyon sokan, tulajdonképpen amatőrként elkezdett fényképezni, de amatőr profiként nagyon komolyan vette azt, amit csinál, és járt, kelt a elsősorban a budapesti utcákon, és amikor látott valami érdekeset, vagy egy arcot, akkor lefényképezte. Majd a 80-as évek elején, akkor családot alapított, akkor szögre akasztotta a kameráját, mert hogy ez ugye nem egy életforma, van, aki tévéoperatőr lesz, van, aki betonozni kezd. És befejezte. Aztán teltek múltak az évtizedek, és nem is tudom, néhány évvel ezelőtt talán épp ki akarta dobni a képeit, amikor a feleség ezt megakadályozta, és bevitte a Fortepánhoz. Aha. Tehát igazából a Fortepánnál Tamási Miklós ismerte föl ennek a képeknek az értékét. Mi pedig, akik Barakonyi Szabolcs és Szilágyi Róza Tekla, akivel a privát fotográfiával elkezdtünk foglalkozni néhány évvel ezelőtt, Szabolcs javaslatára azt találtuk, hogy van még ebbe több is. Nekünk korábban volt egy Fortepán Masters nevű kiadványunk, igen. Ott a Fortepán 150 ezres, 120 ezres gyűjteményeben válogattunk. Drága, nagyon szép kiállítású könyv, megvan nekem otthon, és amikor a gyerekeimnek mutattam, akkor egy föltették a kérdést, hogy miért kell az internetet kinyomtatni. Igen, igen, azért, mert máshogy néz ki. Ez egy bonyolult kérdés, ebben nem akarok elkanyarodni a kerekiről. Tehát az a lényeg, hogy csak kontextusában téve a dolgot, mi már akkor is azzal foglalkoztunk, hogy annak a nagy archívumnak kiválogassuk egy 333 olyan képét, ami együtt valahogy máshogy jelenik meg, és Kereki Sándor képeivel is úgy éreztük, hogy van dolgunk. Ezek a képek olyan erősek, annyira fontosak számunkra, és a számunkra itt ugye a magyaroknak ez az úgynevezett közössége lenne. Annyira fontos, hogy ha csak ott van a sok százezres kép anyagban, akkor nem ismerjük fel azt, hogy a privát fotográfiának, vagy a félamatőr fotográfiának egy ilyen fontos lenyomata, annak be kell kerülni a fotográfia kánonjába, a magyar fotótörténetbe. Emellett Kereki nagyon tehetséges és nagyon jó fotós, és valahogy máshogy beszél a 70-es évekről, mint ahogy a képek, amiket mi ismerünk. Elsősorban azért, mert ez egy korlátozott nyilvánosság volt, ahol a sajtófotón keresztül ismerjük leginkább a valóságot, vagy esetleg hardcore fotoművészek munkásságán keresztül. Ez a romlatlan, igazából nem is feltétlenül publikálásra szánt képanyag vagy szem, ez valami nagyon mást mond el a 70-es évekbeli budapestiekről, és én úgy látom, hogy a kiállítás, mert nem csak egy könyvet adtunk, hanem a Kapa Központban jelenleg megtekinthetők ezek a képek egy kiállításban, szerveztünk egy kiállítást. Ha elmész a kiállításra, akkor rabul ejtenek ezek az arcok és ezek a figurák. Én azt nagyon bírom a kereki képeiben, tegnap este nézegettem őket, hogy valóban hiányzik benne minden, ahogy az ember a fotózásra készült. Ugye a 70-es évekről beszélünk, akkor az volt, hogyha az ember a családjáról képet akart, akkor hón alá vette a családot, kiöltöztette őket, előtte elmentek fodrászhoz, elmentek a mosolyalbumba, ott leültették fiúgyerek kezébe egy telefon, lánygyerek kezébe egy játékbaba, és akkor elkészültek azok a képek, amik aztán bekerültek az albumba, és mindenki nagyon örült, hogy milyen szép a család. Kereki képeim meg az van, hogy az emberek olyanok, amilyen az emberek úgy valójában, tehát nem tudnak, ugye, és akkor visszatérünk ide, hogy híradós volt Kereki. Tehát ezután lett híradós. Ezután lett híradós, de ugye 70-es, 80-es évekről beszélünk, amikor mindenki nagyon rákészült arra, tehát amikor oda ment hozzád a televízió, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, szeretnénk megkérdezni Simó Györgyöt arról, hogy mit gondol a privát fotóról,
mindenki megpróbált nagyon okosnak látszani, nagyon okosnak lenni, mert a tévében szerepel. Ez hál' Istennek a sok kereskedelmi tévével, meg az internettel megszűnt, tehát most már mindenki úgy mondja a hülyeségeket, mintha ha kéne neki. És kerekin, hál' Istennek. A kereki képeim meg az látszik, hogy így valaki így rácsodálkozik, hogy hú, ki ez a hülye, aki éppen fényképez engem. Tehát, hogy van egy ilyen tehát beállítást mellőzi, tehát egyszerűen csak így elkattintja a képeit. Egyszerűen csak elkattintja, de egyrészt nagyon-nagyon jó szeme van, az látszik a képeken. Igen. Tartottunk egy beszélgetést, amin ő is ott volt a könyv bemutatója alkalmából, és ott elhangzott az, hogy abban az időben az emberek még máshogy hagyták magukat fényképezni. Igen, vagy nem hagyták, vagy nem hagyták. Igazából hagyták. Volt egy, az egész képanyagon van ilyen értelemben egy ilyen naivitás, tehát ezek nem szelfik, ezek az emberek nem várják azt, hogy ez a kép, ami elkattintodik róluk, föltűnik másnap valahol a közösségi médiában, vagy a sajtóban. Nem állnak modellt, mert csak belenéznek a kamerába, vagy nem néznek bele a kamerába. Rengeteg olyan ellesett pillanat van, ahol hogy ilyen volt az utca, és ez egy nagy rácsodálkozás, mert tele vagyunk sztereotípiával és visszavetítéssel azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetett a 70-es évek. Tök jó. És ez a szürke se szürke. Mm. Igen. És ne felejtsük el, azért ez már az a korszak, amikor beat korszak van. Amikor Magyarország valamilyen furcsa módon, anélkül, hogy igazából szinkronban lenne az információ, hogy mi zajlik nyugaton, mégis 68, az itt a világnak ezen a felén is 68 volt, és kerek is érvényes street fotós, anélkül, hogy bárki tudta volna, hogy mi az a street fotó, ami ebben az időben a nyugat-európai fotográfiában elkezd megjelenni. Ha kereki képeit akkor nagyobb nyilvános, a kereki képei akkor nagyobb nyilvánosságot kapnak, akkor felfedezték volna, hogy ő egy nagyon jó fotós, illeszhető volt a magyar fotós trendbe. Nem. Stalter György ott volt ezen a beszélgetésen, amire az előbb utaltam, aki ugye egy nagyon ismert és sikeres magyar fotoművész. Ő abban az időben a induló fiatal fotós volt, és ő mondta azt, hogy ha behoztad volna akkor ezeket a képeket, Sándor, azt mondtuk volna, hogy nem jók. És kérdeztem, hogy mit látunk benne ma, vagy mi az, ami ma mégis érvényesíteszi őket, és nem tudom, hogy tudjuk-e a választ, de az egyik mondat, ami elhangzott, hogy valahogy ezek olyan egyszerűek ezek a képek, ami akkor gyengeségnek tűnt, ma pedig nagyon erős, közérthető üzenetnek. Igen, mert véletlenül kerek is sem nagy fotóstáskával a vállán, mint ahogy az akkori hivatásos fotósok, három kamera lóg a nyakába, kezében van egy vakú, és akkor úgy próbálnak valamit lefényképezni. Kereki csak úgy ment, aztán kattintott egyet Színjén Merső utcában, igen. Amikor még nem voltak autók, és lehetett közlekedni. Régen minden jobb volt. Igen, érdemes megnézni ezt a kiállítást, mert egyszerűen ugyanolyan, mint amikor az ember lapozza a Fortepánt, vagy ezeket a már előszűrt, válogatott régi fotográfiakat. Tehát a privát fotográfia egyik sajátossága, hogy ha ömlesztve nézem, akkor elveszek benne, de ha egy jó szemmel van kurálva, ezt próbáltuk mi meg a korábbi kiadványunkban, ezt próbáljuk meg itt, ezt csinálja Tamási Miklós a Fortepánnál, akkor egyszerűen olyan, mintha beleugranál a történelemnek, most itt valami rettenetesen gel hasonlatot akarok mondani vizébe, de tényleg szóval én mindig így úszom ezeken a képeken, és egész elképesztő flow. Te hogy találtad meg ezt az egész privát fotócuccot? Ugye ezt elkezdte Kardos Sándor, még a Horus archívumban Kardos Sándor operatőről beszélünk, azt hiszem, hogy közelmúltban kapott valami magas állami kitüntetést, nagyon jó filmek, nagyon jó operatőre, Bereményi Gézától kezdve, nem tudom, hogy kikkel dolgozott együtt, de hogy ő csinálta a Horus archívumot, és ő már a 70-es évek végén, 80-as években elkezdte gyűjteni ezeket az amatőr felvételeket, meg a még régebbi amatőr felvételeket. A Kardos klasszikus mondata, hogy Isten újra beleért a képbe, tehát, hogy attól válik egy kép meglehetősen jóvá, de hogy te nézd egy kis Horus archívumot, aztán egyszer csak láttad, hogy elindul a Fortepán, és azt mondtad, hogy ebben neked dolgod van? Nem volt ennyire heuréka moment. Kicsit visszafele ha mehetek. Hogyne. Ugye ez annyira komoly most, hogy én idén
Alapítottam egy alapítványt, amit úgy hívnak, hogy Eidolon Foundation. Uh-huh. Eidolon egy latin szó, a képmás, a kép szelleme, egy elég összetett jelentésű szó, de egy kicsit utal arra, hogy ezeknek a képeknek a tovább élésével foglalkozunk. És ez az alapítvány működtet egy fotográfiai központot, aminek az az ambíciója, hogy ezt a műfajt nemzetközileg tegye ismertebbé, népszerűbbé, érvényessé. Miért? És mindjárt mondom, és így egyébként mi dolgoztunk idén a Horus Archivummal is, aha, csak ha már mondtad. Közösen Sándorékkal elkészítettük a Horus Archivumnak egy új honlapját, és oda fölkerült új 1000 kép, uh-huh, azt ajánlom mindenkinek. Tehát sok mindent csináltunk a magyar nagy archívumokkal is, mert Magyarországon nagyon erős hagyományai vannak ennek a műfajnak, mondhatom a Horus, de mondhatom a Fortepánt is. Hogy miért foglalkozom ezzel? Eredetileg ösztönösen egyszerűen csak vonzódom. Én egy alapvetően elitista fickó vagyok, amikor, ha az elitizmus eredményességet is jelent egyben, és nem csak öröklöttséget, vagy hatalmi pozíciót. De valójában azt így visszamenőleg láttam, hogy mindig van egy vonzódásom a populáris, a tömeges, a mindennapi fele. Én már a szociológián is a mindennapi élet szociológiáért iránt vonzódtam, és a privát fotográfia az a mindennapok, a kisemberek, de a kisemberen nem értek mást, mint az átlagembert életét, és tehát én az utcai, hogy hívják ezt, kukkoló műfajában utaztam mindig. Ma már a Lonely Planet is ezt egy kategóriáként írja le, hogy az ember leül az utcán a kávézón, és csak bámulja, people watching az embereket. És én ezt nem tudom megunni. És már amikor Fortepán indult, akkor is beszélgettem velük, hogy ez milyen érdekes. Szerintem ez egy magyar hungarikum. Igen? Igen, ilyen erős, ilyen jó koncepcióban, ilyen bátor koncepcióban sehol a világon nem láttuk. Mármint privát fotó gyűjtést vagy archiválást? Igen, igen, mert archiválják nagy gyűjtemények, itt-ott-amott megjelennek képek, de ilyen Tamási Miklós természetesen kurálja az anyagot. Tehát egyszer jó szeme van a képhez, rögtön látja, tehát ez már egy előszűrés, ezért a Fortepán egy sűrített anyag, és ettől élvezhető. Ahol csak megpróbálnak mindent föltenni, irtózatos mennyiségű ilyen kép van, és enélkül nagyon nehezen befogadható. De pont ez a Eidolon a mögötti gondolat, hogy ha belegondolsz, a világon elkészült fotográfiák, fotók, képek, én azt szoktam mondani, 99%-a, de ez nyilván egy becslés, lehet, hogy 98%, képe, az privát fotográfia, amit nem azzal a szándékkal készített valaki, hogy ez egy múzeumban lógjon, vagy kiállításra kerüljön. Ennek a műfajnak még sincs a világon egyetlen egy fizikai múzeuma. Mindennek van múzeuma, minden idiotizmusnak. Ennek nincsen, miközben 200 éve a fotó egyre növekvő mértékben válik az emberiség történetének egy legitim nyelvévé. Csak mindent mi szöveggel szeretünk kifejezni, szövegeket gyűjtünk, történeteket gyűjtünk, de ezekben a fotókban csak nehezebb kiszedni belőlük, ott van az elmúlt 200 év minden tudása. Viszont ez elsüllyed, legalábbis azzal a résszel, ami a negatívokon és a fekete-fehér képeken van, az elsüllyed a 20. századi anyag. Tehát az egyik fontos dolog ennek a megmentésében, mi még azt gondoljuk, rengeteg kincs és érték van, akár képzőművészeti értelemben, aha, képi értelemben, akár történeti értelemben, családtörténeti értelemben. Ez az egyik érték őrzés, ami fele szerintem érdemes ezt az energiát beletenni, és fontos. A másik pedig, hogy ma a közösségi média, a selfie, a TikTok, az Instagram korában a hétköznapi ember által készített kép, az lényegében egy párhuzamos nyelv, amit senki nem beszél jól. Tehát szerintem nagyon érdemes ebbe egy modern 21. századi szemmel is belevilágítani, hogy itt pontosan mi történik, mert lehet, hogy érvényesebbek leszünk akkor, ha megfejtjük a privát fotográfia dinamikáját, mint hogyha mindig csak szavakban próbáljuk meg elmondani azt, amit gondolunk.
De ugye hangsúlyozod mindig, hogy privát fotó. De hát akkor az azért privát, mert privát akar maradni. Igen, ez egy komoly probléma. Itt jelezném, hogy ezt Magyarországon hívják privát fotográfiának. Amikor kerestük az angol nevét, hiszen angolul kommunikálunk, van egy online Eidon Journal nevű online kiadványunk, amit a nemzetközi közönségnek szánunk, és ez nyilván angolul van. Kerestük az angol nevét, akkor a műfajt a fotográfia történet vernacular fotográfiának hívja, ami a hétköznapinak az angol szava, de ezt nem szokás ismerni ebben a modern, ebben a mindenki által beszélt angolban, és úgy hangzik, mintha egy radiológiai szakifejezés lenne. De a privát fotográfia, private photography-t angolul mindenki arra intett, hogy ez olyan, mint a nem tudom, ami pornószájt, vagy nem tudom, micsoda. Tehát ez tulajdonképpen, ezért ami honlapunk címe is everydayphotography.org, tehát a mindennapok fotográfiája, és nem a privát fotográfia, ez csak magyarul lett egy bevett kifejezés. Maga attól még a kérdés, amit fölvetsz, az jogos. Van egy szerzői jogi nagy, már nem akarok belemenni, egy nagy katyvasz ezzel kapcsolatban, elvileg minden kép, amire rákattintunk, a szerzői meg személyiségi jogokkal kapcsolatos kérdéseket nyit föl. De azért azt úgy megkérdelezném, hogy ezek a képek azért vannak-e, mert privátnak akarják tartani, mert ha megnézed az Instagramot, nekem nem úgy tűnik, hogy az emberek ne akarnák ezt, hogy mások is lássák. Igen, 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 de lehet, hogy korlátozott látást szeretne biztosítani neki. Tehát én is például, ugye ez egy állandó kérdés, és sok vitát vált ki, hogy az ember a gyerekeiről publikál-e képet. Az egyik, én nem szoktam. Te nem szoktál. Én sem szoktam. Ismerek olyanokat, akik nagyon sokat szoktak, és olyanokat is tudok, vagy láttam az Instán, amikor valaki panaszkodik arról, hogy hát a gyerek éppen most érettségizett, ott voltak a banketten, kirakná a képet, vagy a ballagást, csak a gyerek azt mondta, hogy nem. Tehát, hogy azért még nincs meg ez a úgynevezett szerzői tudatosság vagy kérdés az emberekben, hogy ki és hogyan láthatja, és hogy hogyan őrizzem meg a gyerekeimet. Én biztos, hogy nem raknék ki le, de átraktam már ki, de azt hozzájárulásra azt hiszem. Én is, én szigorúan engedélyt szoktam kérni a fiaimtól, hogy kirakhatom-e a képeiket, amit nagyon kevesen tesznek meg. Az egyik dolog, amivel mi szeretnénk foglalkozni, hogy ennek a tudatosságát is próbáljuk meg emelni. Most ősszel szerveztünk a privát fotográfia és a megmutathatóság kérdései címmel egy 3 alkalmas workshopot a Kapa Központban, ahol pont ezeket a kérdéseket vettük, tehát beszéltük körbe szakértőkkel. Ezek az anyagok is olvashatók ezen a bizonyos everydayphotography.org-on, meg a Facebook oldalunkon is. Szóval, hogy ez nem tartom döntő kérdésnek egyébként, mert szerintem ez olyan, mint a technológiai típusú változások nagy része. Valójában a valóság elmossa a gondolkodást, de ettől még azért el kell azon gondolkozni, hogy egy kép mögött ilyen értelemben milyen érzékenységek és jogok vannak. A legutóbbi alkalommal például egy olyan esetről beszélgettünk, ami a Harvard Egyetem és egy a Harvard által őrzött képanyag kapcsán merült fel Amerikában, ez egy nagy cikk volt, ahol egy fekete embereket ábrázoltak a képek, és a leszármazottak tulajdonképpen beperelték a Harvardot azzal kapcsolatban, hogy ezek a képek őket illetik, mert a felmenőik, akik egyébként érzékelhetően rabszolgaként, tehát nem saját akaratukból álltak a kamera előtt, vannak a képen ruha nélkül, ráadásul, vagy nem tudom. Ez a múltunkhoz való viszony, a múltunkhoz való jog, az egész cancel culture, mit szabad visszaváltoztatni, mit nem szabad. Kit illetnek ezek a képek? A közösséget? A családot? Ha a családot, akkor azon belül kit? Ugye itt nem csak mai képekről beszéltünk, hanem a régi képeknél. Yeah. Mi történik akkor, amikor egy 70 évvel ezelőtti képen ott van a nagyapám, de a hölgy, aki mellette van, az nem a nagyanyám. De a nagymamám még mondjuk él. Ezek nem valós példák, de egyébként valakinél valós példák, ezek megtörtént esetek, csak nem az én családomban. Biztos valami is készültek olyan képek, amire nem lennék büszke. Igen, igen. Ezen kívül, de ugye a kép, mint nyelv, egy bonyolult nyelv, tehát attól, hogy ott van mellette az a hölgy,
mit jelent ez a dolog. És akkor még csak most kezdünk arról beszélgetni, hogy mit fog tudni ezt hozzátenni a mesterséges intelligencia. Én azt gondolom, hogy ha ez a munka, amit csinálunk, sikeres lesz, és támogatókra talál, akkor nagyon izgalmas lesz azt megnézni, hogy mit lehet kiolvasni ezekből a képekből a technológia segítségével. Azért vicces, hogy elkezdted a magyar sajtóban, a Magyar Arancsnál, ha jól emlékszem, aztán elmentél internetet csinálni, tehát egy kicsit elmentél az offline-ba, csináltad az offline-t 20 évig, aztán egy kicsit visszajöttél, 3D-ztél analógba, és aztán most egy nagyon furcsa online és offline keverékébe próbálsz így belefutni, tehát internetes képeket akarsz múzeumba rakni. Nem biztos, hogy jól gondolom, de szerintem már ezek a határok elmosódtak. Ugye... Már is az online? Igen, igen. Az előbb itt beszéltünk róla, a Klubrádió online van. Igen. És egy olyan korosztály hallgatja online is, mert akarja hallgatni, igen, is, akiről korábban azt gondoltuk, hogy na hát ők biztos majd mindig nem fogják online hallgatni. Szerintem ezek elmosódnak, ezek a különbségek. Tehát a fizikai valóságunk és a virtuális valóság közötti határ az mindig nagyon izgatott, és ez még csak most kezdődik. Lehet, hogy a Mark Zuckerberg korán ugrott arra, hogy a metaverzumra tegye a téteket, és ezt még megelőzik nagyon fontos alapvető technológiai fejlesztések, mint például az AI és a mesterséges intelligencia, de a vége ez lesz, hogy kibe fogunk közlekedni a kettő között, tehát szerintem ez nincsen. Amit én mindig csinálok, az egyfajta innovációs érdeklődés. Ugye ezért foglalkozom kockázati tőkebefektetésekkel is, ezért kezdtem el újságíróként egy technológiai típus, tehát az internetet beleszeretni a 90-es évek végén, azt ma már nehéz meg, de ez egy nagyon underground alternatív, senki által nem ismert technológia volt. Igen, hiszen azt mondom, hogy Új Péter is azt mondta, hogy ki az a hülye, aki híreket akar olvasni. Igen. A telefonján, ugye ez volt a VAP. Igen. És igen. Aztán hát igen. Látjuk, és szegény VAP ugye tényleg mondjuk el is hasal, a de... VAP, igen, de mindenki de maga... a telefonján olvas híreket, teszem igen, hozzá. Így van, és ezt egyébként a 70-es évektől néhány jövőben látó ember nagyon tisztán megmondta, hogy ez lesz. Csak össze kellett ezeknek a lépéseknek érje, szóval én ezzel foglalkozom mindig, meg azzal, amit ugye a bölcsész múltamhoz, hogy szociológia, történelem, mi van veled, emberiség, és ennek a kettőnek egy nagyon izgalmas, vagy ennek a háromnak nagyon izgalmas találkozása most ez a fotográfiai dolog, ahova még csak most fog megérkezni a technológia, tehát egyelőre itt még nem tartunk, hogy azt is napirendre tudnánk tenni. És akkor ez a múzeum, ez egy virtuális múzeum lesz, vagy ennek lesz egy helye, ahová az ember bemegy és megnéz privát fotóképeket, amiket nyilván lát az interneten, vagy nem lát az interneten. Hogy kerülnek oda az anyagok? Ugye az Eidolon Center az egy non-profit, klasszikus, kulturális organizáció, tehát abból fejlődik, amilyen támogatást tudunk szerezni. De ebbe a támogatásba beleértem azt, hogy ahogy annak idején a Tilos Rádiónál is én nagyon erősen elnézést támogattam azt, hogy a bevételek egy jelentős része abból származzon, amit a hallgatók adnak, tehát hogy a sikeréből, a közönségéből. Itt is... A Klubrádió így működik. Szerintem jól működő non-profit rádiók, vagy for-profit rádiók, ez teljesen mindegy, de hogy így működnek, és ezt a múzeumot is szeretném egy ilyen közösség központjába elképzelni, ahol a látogatók a jegyükkel szavaznak, ahogy ugye mi politikusok mondani szoktuk. És ezért nagyon komolyan szeretnénk, ha meg tudnánk mérni azt, hogy jól gondoljuk-e, hogy ez a műfaj alul értékelt, ebben a műfajban több van, ez a műfaj egy nagyon direkt módja annak, hogy nagy széles közönségeket szólítsunk meg, akik a fotográfia iránt érdeklődnek, és ezt a műfajt szeretnék. Tehát szeretnék egy helyet nyitni jövőre Budapesten, aztán, hogy a Eidolon Guggenheim méretű múzeum, ahol fog megnyílni 15 év múlva, azt egyelőre még csak álmodom. És honnan lesz képe az izének, az Eidolonnak? Nem az izének, az Eidolon alapítványnak, vagy a múzeumnak? Ez egy kérdés. Rengeteg kép van ugye a világban. Mi együtt fogunk működni az összes olyan archívummal, amelyiknek van érdekes anyaga,
egyelőre nem tűnik érdekesnek, hogy mi egy x-edik ilyen képgyűjteményt csináljunk. A mi mániánk, a mi fókuszunk, a mi küldetésünk az az, hogy ezeket a képeket megmutassuk. Minden nagy múzeumnak van kisebb-nagyobb anyaga. A Magyar Zsidó Múzeumtól kezdve a MoMA-ig New Yorkban. De ezek a képek, ezeknek a hatalmas intézeteknek és történeti anyagoknak egy kis szeretét képzik, és alul vannak reprezentálva, sokszor csak állnak a sarokban. A mi küldetésünk az, hogy ezeket a képeket reflektorfénybe tegyük, ezért nekünk nem kell saját kép, viszont olyan adatbázisokat és platformot építünk ezeken a fórumokon, az újságon, a honlapon keresztül, a rendezvényeinken keresztül. Nemzetközi konferenciát szerveztünk idén, ahova a műfaj művészettörténész és képzőművész, hogy mondjam, gyakorlói jöttek el beszélgetni. Egy olyan közönséget szervezünk, hogy ennek a műfajnak az anyagai töltsék meg ezt a múzeumot, vagy ennek ezeket a kiállításokat. Ez ugyanis Japántól Dél-Afrikáig, Amerikán át, ez a műfaj, ahol volt Kodak fényképezőgép valakinek a kezébe, ez létezik. Elképesztően izgalmas anyag szerintem, tehát nem kell itt, csak Magyarországról tudnánk éveken át megtölteni egy ilyen anyagot, vagy egy ilyen teret, de ráadásul nem ez az ambíciónk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas képzőművészeti és muzeális tér is lesz, ha sikerül valahogy találnunk egy alkalmas teret. Az, hogy Stalter kimajította volna Kerekit a képeivel együtt, ezzel szemben van. Ezt kedvesebben mondta neki. Jó, tudom, még egy kicsit dolgozom a kedves szerző, tehát egy kis munkát még megér ez az anyag, mindenféleképp érdemes lesz, és sok sikert kívánunk egyébként természetesen, és hát kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza, de és az, hogy Barakony Szabolcs pedig azt gondolja, hogy ez tök jó menő, nagyon jó, az annak köszönhető, hogy van kettejük közt 30 év vagy 40? Erről majd a Szabolcsot kell megkérdezni, de a Szabolcs mindenképpen azt mondja, hogy más az érvényes fotográfia ma, mint ami akkor volt, és hogy ő azzal a szemmel beszélgette végig ezt a válogatást Kereki Sándorral, ugye. Kereki egy olyan felfedezett szerző, aki él, egy nagyon érdekes, mondta is egyébként a könyv bemutatóján, hogy a Szabolcs szerencsére, vagy szerencsétlenségére, de ő még itt van. Igen. Nagyon sokat beszélgettek, ugyanis ez a válogatás, amit a kiállításon látni lehet, ez nem létezik. Kereki magának nem válogatott össze a szalomba, vagy a padlóra egy ilyen anyagot. Ez attól létezik, amit mondtam a kurálásról, és attól, hogy a Szabolcs így válogatta össze a Sándorral közösen ezt az anyagot. Ez a kiállítás is, ami a könyvben is van, mert kiadtunk egy könyvet is hozzá, nagyon szép lett. Ez a kiállítási anyag így egyben soha nem létezett, és ez azért van, mert ebben egy kortárs fotoművésznek minden tudása ott van azzal kapcsolatban, hogy ma mi a kép, és ma mit látunk a képen. Tehát más szemmel nézi, más szemmel nagyítja le, más szemmel gondolkozik a válogatáson, mint ami akkor volt. Az egy dolog majd felfedezi, vagy csinál Annie Leibovitzokat, meg Kerekiket a privát fotósokban? Tök jó lenne. A Kerek idején sokat beszéltünk róla, ugye a Vivien Meyernek a története egy ilyen nagy történet a fotográfiában, ahol egy New Yorki nőnek a javarészt önmagáról, illetve a kirakatokban tükröződő önmagáról, meg a New Yorki utcáról készült street fotóiból lett ott egy csapat, akik egy nemzetközi szenzációt csináltak Vivien Meyerből. Hogy a Kereki ilyen-e vagy nem. Igen, szerintem az is benne lesz, hogy egész életművek kerülhetnek így elő, de mint hogy eddig is kerültek, tehát a Fortepánon azért bukkannak föl ilyen anyagok, de lehet, hogy csak egy-egy képek fognak előkerülni. Lehet, hogy lesz olyan, a Kerekiben például rengeteg ikonikus kép van, azt gondolom, ami erről a városról elmond valamit, lehet, hogy csak egy-egy ilyen kép lesz, ami előkerül néha, és akkor azzal kell foglalkozni, lehet, hogy lesz olyan kép, ami megváltoztatja a történelmünkről, vagy egyes emberekről alkotott gondolkodásunkat, és lehet, hogy lesz olyan,
amiben, ahogy a Kardos is, más lát a képekben, mint amit te látnál, vagy mint amit a készítője lát, amik pedig ikonikus képzőművészeti alkotások lesznek. Mi azzal a kíváncsisággal és az alázattal megyünk ehhez az óriási anyaghoz, hogy bármi történhet, bármi jöhet szembe, és akkor majd nekünk annak megfelelően kell az értelmezést mellé tenni. Tehát az egy drón össze lesz kötve a Fortepánnal? Mi nagyon sokat beszélgetünk egymással. A Fortepán egy zseniális dolog, és én mondjuk, mint egykori közösségi rádiós üzleti modell tervező, ha ez létezik, ez a dolog. Innentől kezdve, igen. Igen, zseniálisan is van menedzselve a maga, tehát a hatékonyságot Miklós lényegében egyedül válogatja a képeket. Én inkább egy ilyen intézményépítő figura vagyok, aki azzal az ambícióval próbálom meg ezt most terelgetni, hogy ez egy évtizedeken át fenntartható modellben, mint ahogy a Tilos is például egy ilyen üzem lett, egy fenntartható modellben töltsön be valamit, amit egyébként senki más nem akar jelenleg betölteni. Ebben mi nagyon-nagyon sokat tanulunk a Fortepánon, nagyon sokat beszélünk velük, ők nem gyűjtenek képeket, visszaadják a képeket, mi sem fogunk képeket gyűjteni, tehát természetes helye például egy csomó feltalált, általunk is feltalált képnek majd a Fortepán. Gondolkozunk azon, hogy Budapesten nyitunk egy olyan interfészt, vagy nem tudom micsodát, egy pontot, ahova most még, amíg ezek a képek léteznek, most még, amíg a családoknál ott vannak ezek a családi fotóalbumok, hozzánk is be lehet hozni, és aztán ezeket a képeket lehet, hogy majd néha közösen fogjuk megnézni, átadjuk a Fortepánnak, szóval ez egy ilyen együttműködés, de nem, nincs formalizálva. Hogy lett egy nekrológ szerző jut eszembe? Hát egyébként tudom. Azt akartam, hogy nem tudom. Mind a két válasz elfogadható. Igen, igen. Tehát hogy sok ága van, de konkrétan én nagyon fáradt voltam attól, hogy ugye egész nap én alapvetően üzlettel, menedzseléssel, ilyenekkel foglalkozom, és ez az írós múltam, ez úgy eltűnt, és akkor ugye már Tilos Rádiót azért hagytam abban, mert rájöttem, hogy az, hogy én egyszer bemegyek egy héten szerda reggel, az egy kötöttebb dolog, és tulajdonképpen kicsit odafigyelek, akkor a Facebookon el tudom mondani ugyanannyi embernek, ami néha eszembe jut, és akkor ott elkezdtem pörgetni a posztokat, és ott volt az, hogy a Pinteresten én láttam egy képet, az amerikai múlt sokkal jobban fel van dolgozva ilyen értelemben, mint a magyar, de most már azért ez itthon is változik, és akkor láttam egy-egy képet, és elkezdtem a kép után utána kattingatni, és mit tudom én, az igazi Cassius Clay, az egy fehér gyarmattartó volt, akiről elnevezte Muhammad Alit az apja, mert ő volt az első, egy legendás ilyen kalandor figura, aki felszabadította a rabszolgáit, és akkor ilyen sztorikat írtam. És aztán egyszer jött szembe egy olyan haláleset, ami nekem úgy éreztem, hogy ez az én múltam. És elkezdtem eltemetni, ez magán jellegűnek tűnt ez a dolog, hogy én eltemettem a saját 20. századomat ezzel. Tehát magam miatt írok egy pár sort arról, mert mit tudom én, Harangozó Teri az én életemhez hozzátartozik. Úgyhogy a gyerekem azt se tudja kicsoda. És ez volt meg egyfajta ilyen írói, technikai workshop sorozat, meg tudok-e még írni, és akkor szerintem ebből jött ki, ami ebben túl van, tehát a halállal kapcsolatos, hogy mondjam, intim viszonyom, azt talán ne ebben a reggeli műsorban napindítónak küldjük el az embereknek, de azt gondolom, hogy a halál is egy alul reprezentált téma a kommunikációnkban és a társadalomban, vagy nem jó reprezentált, és ha igazából én mindig ilyen dolgokkal foglalkozom. Alternatív rádiózás, alternatív média, alternatív üzletek, startupok, akik az nem egy mainstream üzletnek számít, hanem felforgató. Valószínűleg a halálban is ez izgan. Mert én mindig kíváncsian várom, amikor látom, hogy valaki meghal, akkor azt egy gyorsan el is olvasom, kíváncsi vagyok, hogy mit fog írni róla. Mit ír erről a Simó, már nehezen bírok megfelelni ennek. Igen, szerintem Kissingerbe is belefutottál. Igen. Biztos, hogy nagyon nagy vitát váltott ki a Heller Ágnesről írt cikked, és ez azért... De az egy hiba miatt egyébként majd elmondom.
Vagy elmondod most, vagy soha többet. Már úgy értem, hogyha befejezed a kérdést, akkor mondom. Mert hogy tegnap este itt a Folyt Kövben Heller Ágnesről volt szó, és szóba került az ő halála is, és arról beszélt a műsor vendége, hogy a szellemi frissesség, tisztaság és üdeség nem azonos a test frissességével, üdességével, vagy nem üdességével. Így került szóba. Ugye a Heller nekrológom, csak az én nekrológiaim egyébként alapvetően konszenzus teremtőek, tehát ott van mögöttük az a felismerés, hogy ezeknek az embereknek a halála pillanatában ez az ország, amelyik permanensen veszekszik önmagával és egymással, egy másodpercre meg szokott állni, és így kiegyezik az emlékezésben. Ez ott az a 24 óra körülbelül, amíg elmegy egy ilyen ember. De a Heller Ágnesnél belefutottam abba, hogy ugye nekem a Balaton elég fontos, sokat töltök ott, én magam is úszom a Balatonba óraszám nyáron, ő pedig ugye minden este elment, és úszott egy nagyot egyedül mély vízben, és volt már nem tudom hány éves. És egy pillanatra ott a bennem levő ilyen középszerű dramaturg elmerült abban a gondolatban, ahogy megfullad. Ami azért egy tévedés, mert jó barátom a vízimentők vezetője rögtön utána nem sokkal mondta is, hogy infarktus volt. Tehát nem volt ez az élmény, amit én ott elkezdtem megírni. Igen, az irodalom nagyon szép. Igen, volt. De ezt tiszteletlennek érezték nagyon sokan, hogy én itt belefeledkezek abba, hogy a halál pillanatában arról írok plasztikusan, hogy hogyan fulladt meg. Egyébként ezt önmagában nem bánom, tehát nem tartom szentségtörésnek, csak tévedtem, mert nem, valószínűleg nem így történt a dolog. Az öregség, meg az elmúlás, a test az ilyen, ehhez nem kell 70 fölé se kerülni, hogy ezt az ember elkezdje, 40 fölött megindul ez a dolog. Végtelenül érdekes ugyanakkor az, hogy ezt a fizikai rabságon kívül mi van. Heller Ágnes az utolsó pillanatig szellemileg aktív volt, abszett. És ez számomra a legfontosabb az életminőség szempontjából. Ajánlom a hallgatóknak, hogy keressenek rá a Simó György és nekrológiaira. Volna még gondolatom, de 9:54 perc lejárt a műsoridő. Nagyon szépen köszönöm Simó Györgynek, Dévan Capital ügyvezető partnerének, az Eldon Alapítvány alapítójának. Sok sikert a múzeumhoz, nyomtassátok ki az interwebet.